Maszk a moziban és a sporteseményeken, újabb intézkedések Gyöngyösön. Jó évjárat, testesebbek az idei borok. Felkészültek téli üzemmódban az útkezelők. Jó estét kívánok, november 10-e van, már is mondom a részleteket. Újabb óvintézkedéseket vezet be a gyöngyösi önkormányzat. Hisz György polgármester két héttel ezelőtt jelentette be, hogy kötelezővé teszik a maszkviselést a gyermekintézményekben, a könyvtárban és a művelődési központban. A polgármesteri hivatalban csak online lehet ügyeket intézni, és szigorítottak a szociális intézményekben is. Holnaptól csak maszkban látogathatjuk a gyöngyösi mozit és a sporteseményeket. Október 28-án tájékoztatta a lakosságot Hisz György polgármester a negyedik hullám miatt bevezetett óvintézkedésekről. Akkor elhangzott, hogy mivel nem kapott újra felhatalmazást a kormánytól, csak az önkormányzati intézményeket érintően dönthet intézkedések bevezetéséről. Akkor kötelezővé tette a maszk használatát a művelődési központban, a könyvtárban, szigorított a bölcsödékben, óvodákban, a polgármesteri hivatalban pedig átálltak online ügyintézésre. A szociális intézményeket érintően is több intézkedésről született döntés. Hisz György elmondta, bár a járványügyi adatok továbbra sem ismertek, a delta variáns gyorsan terjed, így holnaptól leginkább a fiatalabb generációt érintő szigorítások lépnek életbe. A sportlétesítményeket, illetve azok mérkőzéseit csak maszkba, illetve a régebben érvényelő kormányhatárat alapján védettségigazolvánnyal rendelkező személyek és maszkban használhatják, és ugyanez vonatkozik a védettségigazolványt leszámítva a mozi látogatására is. A polgármester megerősítette korábban tett kijelentését, miszerint az önkormányzati cégeknél nem teszi kötelezővé a védőoltást. Az átlagostól kevesebb, de jobb minőségű szőlőt szüreteltek a mátrai borvidéken. Az idei termés rendkívül magas cukortartalmat eredményezett, így a 2021-es évjárat borai igazán testesek lesznek. Első között az írsai olivér, valamint a rozé fajták kerülnek a piacra, így Mártonnap alkalmából már sok helyen az idei borokat kóstolhatják a borkedvelők. Éppen a 2021-es kékfrankos rozét palackozzák ebben a gyöngyös-tarjáni borászatban. Az idei szüret rendkívül jól sikerült, már ami a minőséget jelenti, hiszen a szőlő mennyisége most elmaradt a megszokottól, mondta el a mátrai hegyközségi tanács elnöke. Kovács Zita szerint rendkívül csapadékmentes volt az idei nyár, így a 2021-es szüret során körülbelül 80 mázsát tudtak hektáronként leszüretelni. Azonban ennek jótékony hatása is lesz. A kevés termés viszont egy nagyon pozitív hatást vonzott magával, mert hogy nagyon-nagyon jó minőségű volt az a szőlő, amit sikerült itt a gazdáknak betakarítani, és a borok is egy egészen kiemelkedő évjáratot mutatnak már most. Hozzáteszem, ugye ez a koncentrált termés, ez egy nagyon magas cukorfokot eredményezett, úgyhogy azt azért előzetesen el lehet mondani, hogy a 2021-es évjárat nem feltétlenül a könnyű boroknak az évjárata lesz. A borok palackozása már folyik, itt szinte az összes eddig megszokott fajtából kerül a polcokra, a mátrai borvidék nedűiből. Kovács Zita szerint a 2021-es évjáratot igazán hangsúlyos és testes borok fogják jellemezni, mind a fehér, mind a vörös borok tekintetében. Az olasz rizlingek, sardonék, sauvignon blanok, vagy akár a muskotályos fajták esetében is elképesztően magas cukorfokkal szüreteltünk. Vélhetően nagyon sok olyan bor fog az idei évben készülni, ami természetes maradékcukrot tartalmaz, tehát félédes édesborokról beszélhetünk, illetve ami nekünk itt a Mátrában mindig nagyon-nagyon nagy szerencse ilyen évjáratban, hogy a kék szőlők is gyönyörűen beértek, és nagyon szép, izgalmas, nagy testű vörös borok tudnak készülni. A 2021-es évjáratból elsőként az írsai olivért, valamint a rozét kóstolhatják meg a borkedvelők, méghozzá Mártonnap környékén. Ezeket követi a többi borfajta, tette hozzá az elnök. Átállt a téli üzemmódra a Magyar Közút, és jövő héttől már a Városgondozási ZRT munkagépei is készen állnak, hogy igény esetén az utakra vonuljanak. Gyöngyösön az állami fenntartású mintegy 400 kilométeres útszakaszon 12 munkagéppel, a városi utakon pedig többek között új sózógéppel készülnek a fagyra és a havazásra.
Sorakoznak a munkagépek a Magyar Közút Gyöngyösi Mérnökségén, igény esetén mától ezeket is bevethetik az utakon. Mivel éjszaka már fagypont alá hűl a hőmérséklet, szükséges átállniuk a téli üzemmódra, vagyis 24 órás szolgálatra. Országosan összesen 3700-an dolgoznak téli feladatok ellátásán. A mostani szezonban összesen 915 nehéz gépjárművet, 160 rakodógépet és 158 hómarót mozgósíthatnak. Idén megújult a cég gépparkja, így új munkagépekkel állnak rendelkezésre, és feltöltötték a sótárolókat. Elhelyezünk önmentő prizmákat a nagyobb emelkedők, illetve veszélyesebb ívek térségében, illetve kihelyezzük a hófúvásra veszélyes szakaszokon a hóvédműveket. A Heves megyében összességében 44 darab kombinált gépjárművet, 8 darab hómarót készítünk fel a téli időszakra. Ezekkel több mint 1300 kilométernyi útszakaszt kezelnek és 27 kilométernyi kerékpárutat. A gyöngyösi mérnökségen 12 munkagéppel végzik majd a 400 kilométernyi útszakasz síkosságmentesítését. November 15-től a Városgondozási ZRT is készen áll a téli időszakra. Új sózógéppel és már beszerezték az ehhez szükséges anyagokat is. Amit itt lehet látni a hátam mögött, a szúróanyagok beszerzése megtörtént, tehát több mint 50 tonna só, hasonló mennyiségű salak, útkári beszerzése történt meg. El tudunk indulni, meglátjuk, hogy majd az időjárás mennyire kedvez vagy sem, de az biztos, hogy már szúróanyag hiányba egyelőre nem lesz részünk. Március 15-ig a nap 24 órájában figyelik az utakat, és teszik biztonságossá a csúszós szakaszokat. Itt az ideje a járművek abroncsait télire cserélni, hívják fel a figyelmet a szakemberek. A kerekek cseréjét sokan még mindig a fagyos időjárás megérkezéséhez időzítik, pedig a téli gumi használata plusz 7 foktól már szükségszerű. A tavalyi évhez képest átlagosan 10-13%-ot drágultak a gumiabroncsok, azonban van olyan műhely, ahol a raktárkészleten lévő gumikból még augusztusi áron vásárolhatunk, ez körülbelül 5% megtakarítást jelenthet. Sokan idén is az utolsó pillanatra hagyják az autójuk gumicseréjét. Ebben a gyöngyöspatai szerelőműhelyben is megnövekedett a forgalom. A cég vezetője arra kéri az autó tulajdonosokat, hogy ha van lehetőségük, kérjenek előre időpontot. Ami azért is hasznos, mert így a műhely célirányosan tudja feltölteni a raktárkészleteit. Tudjuk, hogy van otthon gumiabroncsunk, milyen állapotban van, mert amikor idejön az autó és szembesülünk vele, tudunk, van készleten abroncs, tudunk adni, de nem minden esetben. Tehát mindenki tudja, hogy amikor tavaly levette, hogy mit mondott neki a szakember, hogy ez jó lesz még jövőre, vagy nem lesz jó, tehát ezt ne felejts el. Erdész Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor otthon átnézzük a téli gumik állapotát, ne csak a minták mélységét, hanem a gumiabroncs rugalmasságát is ellenőrizzük. A gumik egy idő után akkor is felkeményednek, ha nincsenek használatban. A szaksajtó is azt mondja, hogy tehát egy 10 évnél idősebb téli gumiabroncsot már nem érdemes használni, egy 5 évnél idősebb újat pedig már felszerelni. Egyre népszerűbbek a 4 évszakos abroncsok, amelyeket nem kell évszakonként lecserélni, és bár a menet tulajdonságaik egyre kedvezőbbek, sok esetben még mindig nem ajánlható a használatuk. A környékünkben én nem javaslom a 4 évszakos gumit itt a Hegyes-Dombos vidéken, a Mátrában, tehát a környező falvakban. Ha el kell indulni egy nagy hóesésben, nem fogja azt a teljesítményt leadni, mint egy jó minőségű vagy egy középkategóriás téli gumiabroncs. Az elmúlt egy év 6,5%-os inflációs rátája a téli gumi árára is befolyással volt. A szakember szerint ez körülbelül 10-13%-os drágulást jelent a gumiabroncsok esetében. Így most egy darab téli gumit 12-15 ezer forint körüli áron vásárolhatunk meg. A prémium kategóriás gumiabroncsok ára pedig akár a 100 ezer forintot is elérheti. Összesen 650 ezer forint adomány gyűlt össze az idei Opera Gálán, amire a szervező Gyöngyös Városbarátainak köre pályázatot írt ki kulturális célok megvalósítására. A pályázatokat november 20-áig lehet leadni a Mátra Művelődési Központ recepcióján. Az eredmények kihirdetése és a támogatások átadása ünnepélyes keretek között fog zajlani december 11-én a Mátra Múzeumban. Az idei Opera Gálán 650 ezer forint értékben folyt be adomány. Ez két tételből állt össze, egyrészt a kihelyezett gyűjtődobozokba dobott pénzekből, másrészt gyöngyösi cégek felajánlásából.
Az összegre pályázatot írt ki Gyöngyösváros barátainak köre, melynek feltételeiről az elnök Bekecs Andrea beszélt. A legfontosabb pályázati kiírás az az volt, hogy Gyöngyösi legyen, és Gyöngyösön legyen megvalósítva az a kulturális rendezvény, vagy Gyöngyösön jöjjön létre az a műalkotás, amit mi támogatni szeretnénk. A baráti kör pontos bírálati szempontokat határozott meg a szakmai tartalmat illetően. Fontos bírálati szempont az eddigi tevékenység, az eddigi működésnek a bemutatása. Nyilván a legfontosabb és a legnagyobb pontszámot a maga az a kulturális esemény vagy tevékenység bemutatása érdemli, amivel pályázni szeretne és amire a pályázati támogatást kérik. A pályázatot zárt borítékban, a pályázat szó feltüntetésével lehet leadni november 20-ig a Mátra Művelődési Központ recepcióján, emelte ki az elnök. Egy pályázó egy pályázatot adhat be, a pályázati támogatás maximális összege pályázónként, illetve pályázatonként 100 000 forint. A támogatási igénybe nyilván célszerű a teljes költséget bemutatni. Bekecs Andrea nagy érdeklődésre való tekintettel jelzi, hogy a pályázók ne vegyék garanciának a 100 000 forintot, hiszen ez egy maximális határ, tehát ennél alacsonyabb is lehet az odaítélt összeg. Hozzátette, az eredmények kihirdetése és a támogatások átadása ünnepélyes keretek között fog zajlani december 11-én a Mátra Múzeumban. A Mátra lábánál élők között nem ritka jelenség az, hogy kerékpárosokat látni az utakon és az erdőben is. A sportág ebben a térségben kiváló terepet biztosít az amatőr és a versenykerekesek számára is. Szabóné Prisztás Marian, mint olimpikon anyuka, évtizedek óta biztosítja a sportos családi hátteret, emellett aktív gyógytornapedagógus, és most már a kerékpár sport elkötelezett híve is egyben. A sportos anyuka gondolt egy merészet és jelentős távú út megtételét vállalta a drótszamáron. Hirtelen felindulásból jött, nem is hirtelen felindulás, az interneten volt egy hirdetés, otthonról haza mozgalom. Ezt az Aktív Magyarország szervezte, és a lényeg az volt, hogy 9 nap alatt kössük össze a magyarságot, és ezt megtettük kerékpárral. És ebben az időben 9 helyről indultak túrák, és én a Kézdivásárhelyit választottam. Hát végül is ez nem véletlen volt, mert Kézdivásárhely Gyöngyösváros testvérvárosa, és mindenféleképpen szerettem volna. Én meg benne vagyok a Gyöngyösváros baráti körében, és ugye Covid miatt nem találkozhattunk vele, és ott egy rövid ideig, egy pillanatra is, de találkoztunk, és ők indítottak el onnan is. A kerékpárral megtett túra 950 km volt, ami átlagban napi 100 km megtételét jelentette a 9 nap során a vállalkozó szellemű bringásoknak. Ez egy nagyon jól megszervezett túra volt, tehát tényleg az Aktív Magyarországosok ezt nagyon jól megszervezték, minden le volt előre szervezve, és egy nagyon jó kis kísérő csapat volt mögöttünk, egy furgonnal kísérték, és hogyha bárkinek bármi problémája volt, akkor pillanatok alatt tudtak segíteni. Magyarországon, jó kis akácos úton, heves, azt hiszem heves meg tenk között, belementem egy akácos tüskébe, de nem volt durdefekt, ilyen lassú defekt volt, de kb. 5 perc alatt kicserélték a fiúk, úgyhogy mentünk tovább. Marian már most tervezi, hogy jövőre is megteszi az utat Kézdivásárhely és Gyöngyös között. Aki szeretne csatlakozni hozzá, szívesen várja, de előre felhívja a figyelmet, hogy a teljesítéshez szükség van a jó alapálló képességre, melynek megszerzésére még most van elegendő idő. Már több mint 100 000-en töltötték ki online azt a nyilatkozatot, amellyel az adóvisszatérítés 2022. február 15-i kiutalásához szükséges adataikat küldhetik el a szülők. Az úgynevezett visszadó nyilatkozatot csak azoknak kell december 31-ig kitölteni és elküldeni, akik a családi kedvezményre jogosultak, de a családi pótlékot nem ők kapják készhez. A parlamenti ügyekért felelős államtitkár kiemelte, az adóvisszatérítés révén a jövő év elején összességében 600 milliárd forinthoz juthatnak a gyermekes családok.
A minisztérium közleménye szerint a tavaly január óta működő vidéki hálózat mellett a központi régióban is elérhetővé válik a díjmentes munkaerőpiaci tanácsadás. A program célja, hogy a munkát keresők és a munkaviszonyban állók szakszerű naprakész segítséget vehessenek igénybe a jogszerű foglalkoztatás érdekében. Az ügyfelek az eddigekben elsősorban munkajogi, társadalombiztosítási ügyekben éltek a hálózat kínálta lehetőségekkel. A statisztikák szerint az esetek döntő többségében személyre szabott vagy tájékoztató jellegű tanácsadást igényeltek. Az aktuális végén pedig érkeznek újra a legfontosabb hírek, de csak röviden. Maszk a moziban és a sporteseményeken, újabb intézkedések Gyöngyösen. Jó évjárat, testesebbek az idei borok. Felkészültek téli üzemmódban az útkezelők. Önök az aktuális lettek, köszönjük szépen a figyelmet, holnap és a szokott időben várjuk Önöket a tévékészülékek elé. Szép estét, viszontlátásra!